fertőzés során a gazdasejtbe juttatják örökítő anyagukat, amely vagy DNS, vagy RNS. Ezzel a gazdasejt anyagcseréjét átprogramozzák úgy, hogy az saját anyagaiból vírusokat termeljen. A vírusok csak a gazdasejtben képesek sokszorozódni, anyagcseréjük nincs, ezért nem élő lények. A bakteriofágok baktériumokat fertőznek. A vírus a megtapadás után örökítő anyagát a baktériumba juttatja, és a baktérium vírusokat kezd termelni. A vírusok az elpusztuló sejtből kiszabadulva más sejteket fertőznek. Az influenza vírus fehérjeburkában RNS található, a fehérjeburkot pedig lipidmembrán veszi körül. Ez a gazdasejt sejthártyájából származik. Az influenza cseppfertőzéssel terjed, a légutakba kerülve RNS-ét sejtekbe juttatja. A gazdasejt vírusokat termel, melyek kiszabadulva további sejteket fertőznek. A fertőzés általában ártalmatlan, de akár életveszélyessé is válhat. A H1N1 influenza vírus törzs okozta az első világháborút követő spanyol nátha-járványt is, amelynek világszerte több 10 millió halálos áldozata volt. Az influenza vírus ellen hatékony védelmet nyújt a védőoltás, melyet a vírus gyors evolúciós változása miatt évente célszerű megismételni. Ha tetszett a videó, lájkold, ha még jobban tetszett, iratkozz fel, ha több ilyen videót szeretnél látni, nyomd meg a kis harangikont, viszontlátásra.